Így nézett ki az az elkerített tároló, melybe a középmakár és az a fölötti kis utcákban lakók hordták a kerti hulladékot. A zsákok hónapok alatt felgyűltek és ismeretlenek lakásfelújításból származó hulladékot, és háztartásokban keletkezett szemetet is beledobáltak a zsákok közé. Így a városüzemeltetéssel foglalkozó cég nem szállította el, és a kupac aja rothadásnak indult, a lakók szerint hatalmas bűzárat belőle. Egészen szerda délelőttig. Megkerestük a Biokom NKFT-t, hogy miképpen rendezhető a probléma. Palotai Tamás elmondta, hogy a helyszínt a környéken lakók jelölték ki önkényesen hulladék lerakásra. Ezt kerítette körbe a cég, hogy elejét vegye a még nagyobb problémáknak. Ilyen és ehhez hasonló zöld hulladék lerakat hivatalosan nem működik, és nem is működhet a városban. Erre ott vannak a cégünk által üzemeltetett hulladékudvarok. Ide kellene szállítani a zöld hulladékot, lehet legálisan itt lehet megszabadulni a zöld hulladéktól, ezekből egyébként több is van a városban. Kérdeztünk egy a problémás lerakóhoz legközelebb lévő házban lakót is. Szerinte az eset azért érdekes, mert a Biokom zöldjárata, vagyis az a hulladékszállító autó, amely összegyűjti a zöld hulladékot, nem tud közlekedni a mecsek szűk dűlőkben, ezért gyűjtötték a lakosok a Biokom által megszabott módon ezen a helyen a kerti hulladékot. Ezt egyébként megerősítette a Biokom szóvívője is. Gyurko István elmondta, hogy a gyűjtő már másfél éve áll, és nagyon ritkán ürítik, lassan elviselhetetlen a szag. Ez egy olyan környék, ahol elég nagy telkek vannak, rengeteg hulladék képződik. Tehát nem annyi, mint ugye átlag kiskertben, ahol, ahol néha egy-egy faágat levág valaki, és mondjuk megmetszi egy picit, hogy ne lógjon be az útra, hanem hát itt a szőlőtől kezdve faágak, bokrok, garmadája. Tehát itt rengeteget. Én, hogyha kihozom, 6-8 zsákkal szoktam kihozni egyszerre. Gyurko István hozzátette, hogy őt a szállító munkások tájékoztatták arról, hogy a nem szabályosan elhelyezett hulladékot nem kötelességük elszállítani. Arra a kérdésére, hogy a megfelelő módon bezsákolt nyesedéket miért nem viszik el, nem kapott választ. Mi ismét feltettük ezt a kérdést ezúttal a szóvivőnek. A Biocom nonprofit KFC-nek nem feladata az ilyen jellegű zöld szigeteknek a felszámolása, ám mivel cégünk a városüzemeltetéssel foglalkozik, olykor-olykor a kollégák erőn felül feladatukon túl megcsinálják azt, hogy elszállítják az itt felgyülemlett zöld hulladékot, de előfordul, hogy olyan mennyiségű, illetve olyan nagyságú zöld hulladékcsomagok, kerülnek ki, hogy ezt mondjuk nem is bírják elszállítani az adott autóval, vagy mondjuk kézi emeléssel nem is tudják felhelyezni. A probléma most megoldódott, a tároló üres, jelzésünkre minden hulladékot elszállított a biakon. Ezek után szerettük volna megtudni, hogy mi garantálja azt, hogy később ugyanez a helyzet nem áll elő. Ezért kerestük a Pécsi Közterület felügyelet vezetőjét is, aki azonban akadályoztatása okán nem tudott kameránk elé állni.